búza, búza, de szép tábla búza. Szent István napját ünnepeltük. Az augusztus 20-i államalapítás és államalapítónk első István király emlékére tartott ünnepség a 2020-ban felavatott Szent István szobornál vette kezdetét. A Szent István napi ünnepségen idén Huszári Kata színművésznő, Csömör díszpolgára, Liska Veronika és Samu Zoltán működött közre. Ünnepi gondolatait Tornai Lesták Mária alpolgármester osztotta meg az egybegyűltekkel. A mi feladatunk megőrizni közösségeink megtartó erejét, amire azt gondolom kis falunkban, Csömörön nagy hangsúlyt fektet, nem csak a település vezetése, hanem minden csömöri polgár, minden jelenlévő közösség és egyesület. Egyenként és közösen is tennünk kell azért, hogy Magyarország olyan összetartó családdá, közösséggé, országgá váljon, ahol jó élni, ahová érdemes hazajönni. Csömör új kenyere, amelyet Eszer Zoltán baptista lelkipásztor áldott meg, idén is hosszú érlelési kovászolással készült tönköly búzaliszttel. A csömöri olimpikonok tiszteletére készült mist, azaz francia paraszkenyeret is kóstolhattak a jelenlévők. A Tóth Hagyományok Házában a kemencében sült kovászos kenyeret mind a négy helyi felekezet, a katolikus, az evangélikus, a református és a baptista egyház képviselői áldották, szentelték meg. Csömörön 2008 óta van ökumenikus imaóra, amelyet azzal a gondolattal hívtak életre, hogy ezen a napon úgy emlékezzünk meg az államalapításról, hogy az eseménybe bevonják az egyházakat, és lehetőség legyen több generáció találkozására is. Augusztus 20-a csömöri népviselet napja is. Ezen a napon emlékezünk meg a mamikról, akik a hétköznapokon is csömöri népviseletben jártak. Az imaórát Takács László karnagy ünnepi gondolatai és a Voxanimi vegyeskar előadása tette teljessé. Az esemény szeretetebéddel zárult.